Te oldaladról egyébként milyen az ideális befektető, mi, mi lenne az elvárásod a befektetőtől, mi az elvárásod felénk például? Hát a, a, a legnagyobb az, amit te is mondtál, hogy, hogy hagyjatok minket dolgozni. <gül> ha, <gül> a, a, ha már jó a csapatot, hagyjuk. Ha ite. már jó, igen. A, az szerintem még nagyon fontos, és a korábbi korábbi cégcsoportban, vagy korábbi munkahelyemen, ahol dolgoztam, ott különösen szenvedtünk ettől, hogy nagyon ránk akarták erőltetni a, a szinergiákat. Ez itt, ez itt, nincsen meg szerencsére. És tényleg az, hogy, hogy hagytok minket dolgozni, ha van kérdésünk, akkor, akkor tudunk fordulni hozzátok, és tudtunk, tudtok nekünk segíteni, vagy hogyha van esetleg elakadás, de, de az, alapvetően a, a, napi operatív működésben nem, nem szóltok bele. Tehát maradjunk tulajdonosok igazából. Igen. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt az Oxo Coffee Break. Ezen az őszin új sorozatot indítunk, ugyanis az Oxo csoport 10 éves lett. Éppen 10 évvel ezelőtt indítottuk el az üzleti tevékenységünket, és ez alatt a 10 év alatt nagyon sok meghatározó történet keletkezett a cégünk kapcsán, illetve nagyon sok meghatározó élmény minket, és ezekből emelünk ki fontosabbakat, fontosabb szereplőket hívunk megbeszélgetni. Mostani beszélgető partnerem Léva Dezső, aki lényegében a történetünknek már a végébe csatlakozott be, mert hogy a legutóbbi egyik nagyobb akvizíciónk uh, célpontját vezeti. Uh, ugye mostani nevén a Ridge Ride, Rich vagy a uh, vezetője. Korábbi nevén ez uh, uh, ugye Inventúrió volt, de lényegében az olcsóbbat.hu uh, uh, néven ismert a piacon. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Valamit mesélj azért a cégről, hogy kicsit be tudjuk helyezni, hogy mit csináltok, pontosan mi a ti tevékenységetek a piacon. Jó, mi a Digitál Digital ZRT vagyunk, az olcsóbbat.hu és a kirakat.hu uh, árösszehasonlító oldalaknak vagyunk a tulajdonosa és az üzemeltetője. Ezek alapvetően klasszikus árösszehasonlító oldalak, tehát webáruházak ajánlatait gyűjtjük össze és mutatjuk meg a vásárlási szándékú felhasználóknak. És emellett most már ötödik éve Google Shopping hirdetéseket is kezelünk a webáruházaknak. Mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy nem csak a saját felületeinken, hanem a Google felületen is megjelenítjük a termékeiket különböző Google hirdetések formájában. Mióta vagy a a cégnél? Most már hatodik éve. Hm, és mikor, milyen régi a cég egyébként? A maga az olcsóbbad.hu és a kirakat.hu, azok most már 20 éves uh -huh. árösszensúlyító oldalak. Én 2018-ban csatlakoztam a, a céghez, és uh -huh. alapvetően néhány hónapig teljesen másra foglalkoztam, tehát az olcsóbbadhu igazából nem, nem sok közön volt. Én operatív vezetőként csatlakoztam még ehhez a céghez, amikor voltak webáruházaink, 3-4 webáruház, 4-5 országban, fizikai uh -huh. üzletekkel, nagy raktárral, sok tízezer csomaggal évente. Csak nagyon rövid idő után az egyik legnagyobb ilyen webshop csoportot eladta az akkori tulajdonos, és, és akkor egy kisebb, egy kisebb vagy két-három kisebb webáruház maradt, amik, amikkel pedig nem volt már akkor annyi, annyi feladat. És az, aki, aki egyébként vezette az olcsóbatot korábban, ő pedig pont, pont akkor ment el a cégtől, és uh -huh. így, így kerültem uh -huh. én erre a termékre. Ugye, hogy mindenben mi hogy kapcsolódtunk bele, azért meséljük el, hogy alapvetően ez egy a klasszikus uh, magyarországi tőkepiac szereplői közül az egyik Jeremy társfinantizódott alapportfóliában volt. Uh -huh. uh, tehát ez a, uh, ez a alapnak a, az egyik befektetése volt. Ugye mi az elmúlt években ezekből az alapokból vásároltunk ki, vagy vettünk át cégeket. Ugye ezek az alapok nagyjából kifutottak egy csomó, éppen zárta a, a, a működését, és akkor mi egyébként körbejártunk a piacon is, és megnéztük, hogy mik azok az érdekes cégek, amiket meg lehet vásárolni. Mikor csatlakoztál? Tehát már akkor, amikor a, ez a cég a, a Venturi befektetési portfóliójába tartozott, és a befektető keresett meg, vagy már korábban egyébként elkezdtél részt venni a cég tevékenységében? Már a portfólióba tartozott a, az és pont, utána utána kerültem ide de alapvetően ez egy, ez egy, önműködő termék volt, és nem is volt rajta akkora fókusz, mint a, mint a webáruházakon részben, amiket, amiket ők is vásároltak, megindítottak új webáruházakat is. Uh -huh. De akkor végigkísérted azt az időszakot, amikor a cég befektetést kapott, tőkét kapott, bizonyos terveket próbált megvalósítani, és aztán ebből valami sikerült, valami nem. Ez általában típus történet, tehát ritkán alakul minden úgy, ahogy eredetileg a csapat eltervezébe feketés Igen. Időpontjában. Mi az, ami működött, és mi az, ami nem működött, és hogy látod az okokat egyébként? Én ugye én ugye viszonylag későn, későn csatlakoztam, néhány hónap ala a tranzakció előtt, és ahogy említettem, alapvetően a webáruházaknak az operatív vezetője voltam. Uh -huh. Akkor, akkor már látszódott, hogy van egy-két webáruház, ami, ami nagyon stabil és jól működnek, de a, de a legnagyobb cipős webáruházzal azért voltak gondok, és nagyon, mondjuk úgy, hogy nagyon messze voltunk a, a tulajdonos elvárásaitól, uh -huh. úgyhogy az egy, az egy elég feszes időszak volt. Uh -huh. Mennyire volt meg a képesség az öreflexióra? Tehát mennyire volt ö, gyors, jól kezelt az a döntés, amikor bizonyos dolgot le kellett írni? abba kellett hagyni, és azokra kellett fókuszálni, ami, ami jól működik. Ez azért kérdezem, mert amikor mi elkezdtük nézni a céget, ugye mi lényegében teljes egészében kivásároltuk a, a korábbi tőkealapok portfóliójából, akkor már egy jól menedzselt céget láttunk. Egy olyan céget, ami nagyjából rendet rakott a saját működésében, és látszott rajta, hogy egy nagy növekedési potenciál van benne. Igen, ugye ez 2018, amikor én oda kerültem, 2018 nyár, vége, fele, valahogy ősszel, el is uh, került a, az egyik webáruház, aztán 2019 elején a, az összes többi uh, webáruház, gyakorlatilag csak az olcsóbbad.hu uh, maradt a cégben, és onnantól van egy nagyon szép uh, növekedési pálya, uh, egy nagyon szép organikus növekedésünk volt. Uh -huh. Szerinted miért történt, vagy mi, mi ennek az ez hazai piaci adottság? <kül> Egyáltalán hogy látod a piacot, milyen irányba megy? A mai méretünkhöz képest nagyjából 20 dekkora cég voltunk, és, és a akkori méretben meg a tulajdonos portfóliójához képest tényleg egy nagyon pici cég voltunk, tehát viszonylag szabadon tudtunk dolgozni, szabad kezet kaptunk. 2019... Tehát a visszafogott tulajdonosi nyomás az az ideket ahhoz, hogy saját kísérletezésből megtaláljátok, hogy mi az, ami működik, és szépen felépítsétek? Abszolút, igen. Mi 2019 tavaszán már... Ez, ez, picit önkritikusan is mondom, de az, hogy vagy nem önkritikusan, mert szerintem mi nekünk viszonylag jó az együttműködésünk, vagy elég jó az együttműködésünk, de az, hogy békén hagyott ideget a befektető, az alapvetően segített abban, hogy... hogy, hogy, hogy egy, megtaláljátok a pályán közül a sikeres lehetőségeket. Az, az nagyban, igen. Mm -hmm. És, és mi 19-ben már tudtuk azt tavasszal, hogy érkezik a, a Google Shopping, amiről, amiről tudtuk, hogy, hogy, hogy óriási szerepe lesz a hazai webáruházak életében, tehát a webáruházak forgalmának egy nagyon nagy része a Google shopping fog érkezni. Mi erre tudatosan készültünk, mm -hmm. felmértük a, a piacot, a külföldi piacot, hogyan hogyan működnek, milyen lehetőségeink vannak, hogyan tudjuk ezt implementálni a mi webáruház és 19 őszén, amikor elindult, gyakorlatilag elsők között indultunk el az árösszehasonlító uh -huh. oldalak közül. Az, a... hogy ti gyorsabban váltottatok, és hamarabb felismertétek a Google Shopping jelentőségét, abban segített az is, hogy az árusállásolításban viszont nem az elsők, hogy az, nem voltatok az első kettő között, mondjuk azt már? Így van, igen. Hát muszáj volt, igen. Tehát nem féltetek attól, hogy ez kanibalizálni fogja a saját piacotokat, így viszont gyorsabban ismertétek fel a változást. Hát részben, részben igen. Részben megláttuk azt, hogy vagy tudtuk azt, hogy ezt az egész CSS rendszert, amikor ugye az Európai Unió, vagy Európai Bizottság megbüntette a Google-t, és kötelezte, hogy valahogy az árösszehasonlítókat is be kell engedni ebbe a rendszerbe. Ezt igazából azért kapják az árösszehasonlító oldalak, mert egy óriási forgalmat elvett tőlük, meg nálunk is tudtuk, hogy el fog venni tőlünk a Google magától a, a mm -hmm. listingtől, tehát az árösszehasonlító oldaltól. Tudtuk azt, hogy, hogy mekkora szerepe lesz a Google Shoppingnak, ezért készültünk mm -hmm. erre tudatosan. Picit mondjunk számokat, hogy, hogy értse mindenki, aki, aki hallgatja a beszélgetést, hogy még hogy 22, 23, 24-ben milyen, milyen árbevétel növekedést tudtatok elérni? Hát ha csak árbevétel növekedést nézünk, akkor, akkor 2018-ban ez a termék még nagyjából 110 millió forintot csinált, aztán 19 végén elindult a Google Shopping, akkor, akkor 150 milliót 280 milliót, 460 milliót, 800 milliót. Most mondja a évszámokat, mert, számokat, mert uh, Tehát 2018-ban 110, 19-ben 150, uh, 20-ban 28, 280 millió, 21-ben 460 millió, 22-ben 800 millió, 23-ban 1,4 milliárd. Uh, És idénre mit vártok körülbelül? Idénre a 2 milliárdot várjuk. Aha, oké. Okay. Én csak azért akartam, hogy elmondod ezeket a számokat, mert uh, ti most már lényegében egy szép növekedési pályán lévő érett cég vagytok, más tulajdonosi szerkezetben, tehát mi ugye százszerzegben kivásároltuk a korábbi befektetőket, és százalékos tulajdonosok vagyunk a cégben, de ebben a tulajdonosi szerkezetben produkáljátok azt a, azt a skálázódást, amit egyébként boldog lenne minden hazai startup, hogyha magáénak tudhatná. Tehát na, na, nagyon érdekes jelenség, hogy már lényegében teljes befektetői tulajdonosi körben, profi menedzsmenttel hozni tudtak olyan skálázódást, amit egyébként mindenki örömmel venne a hazai startup világba el tudna érni. Hogy látjátok a jövőt? Hát túlzás lenne azt mondani, hogy ki nőttük a, a hazai piacot, de azt látjuk, hogy, hogy idén, meg különösen jövőre nem fogunk tudni olyan ütemben növekedni, ahogy szeretnénk, vagy amit eddig megszoktunk. Ezért ezért most idén külföldi terjeszkedésbe kezdünk, első körben Romániában, illetve, illetve itthon is, mivel nem nőttük még ki alapvetően ezt a piacot, csak sokkal nehezebb növekednünk, ezért a, ezért a CS, a CS stratégián próbálom csiszolni, meg uh -huh. a CS csapatnak a működésén. Uh -huh. Tehát ez, ezután a hazai skálázódás után látjátok úgy, hogyha ugyanezt a célt akarjátok tartani, akkor elkezdtek külföldön terjeszkedni. A te ambíciód az hány ország? Uh, a, még a kérdés első felére válaszolva, igen, tehát én azt gondolom, hogy akkor menjen valaki külföldre, hogyha, hogyha az első országban ott már ott már el tudott valamit érni, és, és, és fel tud mutatni valamit, ezért nem mentünk korábban külföldre. A, a, az én ambícióm az, az, hogy 2027-re 10 országban legyünk ott. Uh -huh. Oké, okay. tehát az a bár mondom másodlagos is szerkezet, mint egy típus startupnál, valójában ugyanazokkal az ambíciókkal rendelkeztek, mint, e, mint ha egy startup lennétek. Hozzá lehet szokni, vagy, vagy, egy kicsit rá lehet szokni erre, a, erre az óriási növekedésre. Igen. nem, egyébként ez most a hazai szemléletben olyan, mintha valami, valami teljesen atipikus történet. tesz produkálna a Rich Rise. Már a befektető már lényegében kivásárolta a, a, teljes tulajdonosi kört, és profi menedzsmenttel működik a cég, és ebben az időszakban produkál egy olyan skálázódást, mint egy startupnak kéne, de valójában, ha egyébként nemzetközi statisztikákat nézünk, és összehasonlítjuk az alapítók által vett startupokat azokkal a technológiai cégekkel, ahol már menedzsment csere történt, és külső behozott menedzsment vezeti a startupokat, akkor a statisztikák azt mutatják, hogy az utóbbi tehát a behozott profi menedzsment által vezetett technológiai cégek magasabb értékelést és magasibb, és sikeresebb exiteket érnek el, mint az eredeti alapítók által vezetett cégek. Ezzel most nem feltétlenül leszek népszerű, ezzel a kijelentésemmel, mert ugye mindig az ideális álom az, hogy az alapítók elviszik egészen a tőzsdébe vezetésig a cégeket és és, és és mindent maguk megvalósítanak de nem ördöktől való dolog egyébként bizonyos időszakban akár elkezdeni kivásárolni, átvenni cégeket és profi állítani a cég élére. Mi ezt csináljuk nem csak veletek, más cégekkel is, tehát mi nem véletlenül nem csak korai fázisba fektetünk be, hanem befektetünk későbbi fázisba is, és kivásárolunk uh -huh. kész cégeket vagy portfóliókat, és ti vagytok a jó példára, hogy ezt érdemes csinálni, és ebből lehet újabb sikertörténet. Kérdeznék személyeset. Mennyire fontos, vagy lesz fontos neked ebbe a skálázódásba, hogy bár külső menedzsmentként lettél behozva, de egy idő után magadnak is meg legyen az érdekeltségi rendszered. Nagyon. <gül> <gül> most a bértárgyalás részéről is rátérünk. Ja, hogy itt a nyilvános előtt folytassuk a bértárgyalást. <laughs> nem, most nem fedő összegekről akartam beszélni, <laughs> hanem hogy viszont az, az természetszerű része, vagy elvárása a hogy ha már egyébként menedzsmentként sikereket érsz el, akkor visszakerülj abba a státuszba, vagy visszakerüljesz abba a szállás vagy részesedésed, nyereséged, érdekeltséged, opciód, bármi másod legyen? Hát szerintem ez, ez fontos, nekem is személyesen fontos, hogy ez mindig egy nagy kérdés az emberben, hogy, hogy menedzser vagy vagy, vagy vállalkozó, uh -huh. de de azt gondolom, hogy, hogy attól függetlenül, hogy, hogy szeretem ezt a terméket, és most már hat éve, vagy több mint hat éve, vezetem, ez egy, ez egy fontos szempont az, hogy az embernek legyen valamilyen részesedése, vagy vagy pénzügyi kötődése is a termékhez, a nyilván a munkabérén túl. Mm, Oké. Okay. Hogy látod a piacot? Mert azért egyébként, hogy kicsit elkalandozzunk nem e, változás nélküli az e-commerce piac a régióban, sőt egész Európában. Hát Tehát miközben, az igen, az igen, miközben e, komoly e, ambíciókkal rendelkezel abban, hogy most amit egy ország megcsináltatok, azt megcsináltok tíz országban, dinamikusan bővítsd az ügyfélkörödet, vagy bővítsétek az ügyfélkörötöket, e, a, a profi menedzserből egyfajta részesedéssel rendelkező vállalkozóvá váljál egy idő után, jó, jó, ez a piac most, tehát lehet itt majd sikereket elérni? A Temu meg a nem tudom én a hasonló szerepülőkni nyomása alatt? Szerintem lehet alapvetően, tehát egy picit nehezített a pálya, egy picit nehezebb. A Covid óta azért mindig van valami, tehát a, a Covid-nál kezdődött, és akkor abból mondjuk jól jöttek ki, sok webáruház, de, de voltak ellátási láncbeli problémák, szállítási gondok, aztán jött a magas infláció, aztán a, 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 nem éppen fényes uh, fogyasztási adatok mostanában, tehát, tehát itthon azért elég, elég nehéz. Uh, erre jön rá a Temu, meg erre jön rá a hívjuk úgy, hogy marketplace esedés uh -huh. a, a Temu alapvetően szerintem egy nagy, uh, egy nagy nehézség most, és különösen azért nagy, mert hogy, mert hogy nem beszélünk róla, vagy nagyon keveset beszélünk róla, és mindenki úgy csinál, mint hogyha Uh, mint hogyha nem lenne semmi gond a temu tehát még nagy vezetőbe báruházaknál is, uh, akiknek akár látjuk, vagy tudom a számait, uh, tényleg. Hogy konkrét szereplők tesznek, úgy. mert azért a sajtóban szerintem van erről beszélgetés, sőt köz közbeszéd is, hogy ez mennyire káros a külföldre, direkt módon külföldre irányuló online fogyasztás. Cikkeket lehet olvasni különböző lapokban arról, hogy ki tönkre a TEMU jelenség miatt de akkor a nagy szereplők azt mondott, hogy még homokba dugják a fejüket, és úgy csinálnak, mintha nem lenne történet Hát mi? úgy csinálnak, igen, hogy most ez ennek mi az oka, hogy ennek tisztán csak egóka van, de például elmegyünk egy konferenciára, és akkor ott, ott van egy kerekasztal beszélgetés a Temurról, akkor akkor még mindig úgy tűnik, hogy, hogy egyébként ez nem jelent olyan nagy veszélyt a webáruházakra, és, és, és akkor sokszor olyan tippeket, ötleteket lehet hallani, nem leszek ezzel népszerű, de, de olyan, olyan ötleteket mondanak a nagy webáruház tulajdonosok, ami, ami az én pici, mondjuk 100 millió forint alatti webáruházaknak nagyon demagóg, uh -huh. hogy, hogy menjenek külföldre, meg, meg, meg sokkal nagyobb hozzáadott értékük legyen. Tehát rengeteg olyan pici kicsi webáruházban webáruház van Magyarországon, amit sokszor sokszor másodállásban csinálnak az emberek uh -huh. uh, munka mellett, hazamennek, uh, lerakják a gyereket, aludni utána állnak neki a tervékeket feltölteni, csomagolni, uh -huh. uh, és, uh, és próbálnak vállalkozóvá válni, és pont az ő Ámukat veszi el egy ilyen Temu, uh -huh. mert hogy mert hogy mert hogy nem lehet versenyezni egy, egy Temuval. Uh -huh. Az, az, egyébként igaz, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy aki, hogy aki sok éve működő webáruház, és az, az nem a temu miatt fog csődbe menni, tehát nem az a 10-20 lesz, amit elvesz tőle a temu, aki emiatt megy csődbe, az, annak ez valószínűleg csak az utolsó hmm. szög volt a koporsójában. Na, a profitabilitást viszont mindenképpen ront. Igen. hogy van, van egyébként ezen a piacon szükség valami piacvédelmi intézkedésekre? Tehát, hogy elértünk-e arra a fokra, ahol a szabályozói beavatkozás az egyébként szükséges lehet? Szerintem a Temuval kapcsolatban mindenképp. Egyrészt, sőt, leginkább fogyasztói oldalról, hogy az emberek tudják azt, hogy, hogy, hogy mennyire káros az gazdaságilag a hazai webáruházakra, de beszélhetünk fenntarthatóságról, hogy, a, hogy az 500 forintért megvett és Kínából ide szállított papucsra mennyire fog vigyázni az ember, sem mennyire koszos lesz eldobja. Hát és ráadásul Kínából szállítják, tehát rend, rendelésenként ide szállítják a, az egyes vásárlásokat, Igen. ami szintén nem a fenntarthatóságot segíti. És ebben nektek van funkciótok, vagy van feladatotok szerinted? A, ez egy nehéz, nehéz kérdés, a, mert, mert jó pár hónapja foglalkoztat, és meg is kerestünk több, több más nagyobb piaci szereplőt, hogy, hogy indítsunk valamilyen, valamilyen közös fellépést, valamilyen közös edukációt, akár úgy, hogy összefogjuk a az összes magyarországi webáruházat, és, 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 indítunk egy nagy kommunikációs kampányt b 2 c a, fogyasztók felé, hogy, hogy, mi történik akkor, amikor ők vásárolnak a Temurról, és mi ennek a valódi, valódi, veszélye. Valószínűleg meg is fogjuk mi ezt csinálni, de valószínűleg egyedül, mert, mert hogy azt tapasztaltam, hogy így a piacon a többiek részéről nincsen. Um, nincsen erre túl nagy értékség. Igen, a sztorítókból az látszik, hogy mintha előbb lennétek észre a változásokat, és előbb reagálnátok rá, és ez eddig azért inkább a sikerhez segített iteket. tehát ez a Google Shopping betörés pillanatát is előbb észleltétek, és előbb uh, lovagoltátok meg, és lehet, hogy ezt a Temo Momentumot is jobban értitek, és, uh, és előbb reagáltok rá, mint a piac nagy része, aminek lehet, bízom benne, hogy lehet az az eredménye, hogy, uh, hogy egyébként uh, jobban is kezelitek ezt a jelenséget, és sikeresebben tudtok kijelvízkélni belőle. Milyen más fontos jelenségeket látsz még a piacon itt a, a temuki hívások mellett? Szerintem egy másik nagy nehézség az a, hívjuk így, hogy marketplace esedés, hogy egyre jobban szűkül a piac, és vannak olyan nagy, nagy marketplace-ek, akik, akik nagy piaci szereplője a hazai elkereskedelemnek, és a, és a kisebb szereplők beszorulnak alájuk, vagy? És a kisebb szereplők egy idő után beszorulnak alájuk, tehát e. a Temuval szemben könnyű, mert a Temuról tudjuk, hogy egy kereskedő, tudjuk, hogy egy versenytárs, de a marketplace-ekre hajlamosak úgy tekinteni a webáruházak, hogy ő nem versenytárs, hanem ő egy segítség, aki majd nagyobb forgalmat fog nekünk hozni. Uh -huh. De érdemes... Tudsz Tud... példát mondani, hogy értse mindenki? Hát, talán itt van itthon a legismertebb az emag, vagy a, uh -huh. a pepita.hu. Uh -huh. Tehát érdemes külön választani a marketplace-eket abból a szempontból, hogy ők forgalmaznak-e terméket, vagy sem. Tehát, hogy van-e saját, termék. van -e saját termékük? Igen. Igen, igen. Hogyha nincs, akkor mondjuk úgy, hogy, hogy kevésbé veszélyes a, a webáruházakra, akkor is fogja tudni kannibalizálni az ő forgalmát, és jobban fog tudni hirdetni az adott, az adott webáruházra. Cserébe persze ad egy nagy forgalmat, amiért kér egy jutalékot, uh -huh. eleinte kisebbet, aztán ahogy nő a piaci részesedés, nyilván egyre nagyobbat. De, a, de sokkal veszélyesebb szerintem, vagy veszélyesebbek a webáruházakra azok a akik uh, akik forgalmaznak terméket. Uh, és egy picit érthetetlen is sokszor, hogy a webáruház tulajdonosok miért gondolják, hogy jó dolog, hogy akkor egy konkurenciának megmutatják azt, hogy, hogy az ő termékeikből mennyit, mikor, kinek. Uh, lehet, hogy, hogy gondolják, el... hogy a marketingköltésektől mentesülnek, mert hát valaki egy... elvállalja ezt a feladatot helyettük. Hát rövid időre igen, csak, csak be lehet ebbe szorulni, uh -huh. meg amíg egy, egy kisebb webáruház 10-20-50-100 millió forintos forgalommal bír, ugyanekkora forgalma bír egy marketplace csak 10-20-50 milliárdos uh -huh. nagyságrendben, tehát valószínűleg több terméket fog tudni vásárolni, nagyobb mennyiségben, konténerszámra, uh -huh. és pontosan látja, hogy a webáruházaknál mik azok a, a, azok a termékek, amik jól mennek. Uh -huh. És ha már beszéltünk a Temurról, meg beszéltünk a marketplace mint kihívásról, mit gondolsz az Amazonról? Ugye a webáruházak forgalmának a, a kétharmada, inkább háromnegyede, az a, az a Google-től érkezik uh, mindenhol a világon, kivéve ahol van Amazon, mert ott nagyjából ezen, ezen osztoznak. Uh, régóta jogatnak minket azzal, hogy, uh, hogy érkezik a, az Amazon majd Magyarországra. Szerintem az elkövetkező néhány évben nem, nem fog, vagy legalábbis nem ettől kell uh -huh. félnünk, de vannak olyan nagy, uh, nagy marketplace-ek, akik, uh, akik uh, majd Jönnek nem sokára Magyarországról, és nehéz, nehéz helyzetbe hozzák a hazai webáruházakat. Uh -huh. Most Magyarországról beszéltél, de hogy a tíz országban akarsz jelen lenni. Ott más kívánsokkal, sokkal ilyen jellegű kíván sokkal mondjuk az Amazon jelenséggel is meg kell majd küzdeni? Van olyan, ahol igen. Uh -huh. igen. És ez más stratégiát igényel? Hát alapvetően igen. Nem gondolom azt, hogy azokban az országokban, ahol, a, ahol az e-commerce vásárlások 30-40%-a mondjuk az Amazonon keresztül megy, ott majd, ott majd mi paradigmaváltást tudunk csinálni, és akkor de. azt mondjuk, hogy mindenki mindenkinek legyen saját webshopja. De de azért, de azért ott is a piacnak a, a, a felét mondjuk a, a, a Google, vagy több mint a felét a Google meg a, meg a Facebook adja a webáruházaknak. Mi a távlati célod? Ezt ugye most megbeszéltük, hogy hogy profi menedzserből szeretnél részesedéssel rendelkező, legalább részben ilyen vállalkozói státuszú szereplővé válni. Ez egy logikus, mondjuk közel jövőre vonatkozó várakozás. De mi a távolati cél? Tehát ha már tíz országban vagytok, óriásira nőttetek, bejártátok azt a, azt a pályát, amit sokan startupként szeretnének bejárni, akkor utána mondjuk te is exitre hajtanál? Tehát, hogy te is valamiféle ilyen, ilyen egy közös kiszállásból kialakítható sikertörténetet szeretnél elérni? Hát ez egy nehéz kérdés. A nagy, a nagy, Vagy nagy... életed végig szeretnéd vinni a Rich Valószínűleg nem, mert hogy azért előbb-utóbb az ember biztos, biztos beleun. Most még ezt nem tudom elképzelni, hogy, hogy így egy-két éven belül uh, megunom. Uh, meg nyilván egy nagy exit az egy nagyon szép lezárása Uh, akár egy ilyen személyes uh, karriernek is. Uh -huh. És ahogy mondtam, egyébként a profi menedzsmentből vállalkozóvá válok, sokszor egyébként uh, sikeresebb exiteket szoktad tudni elérni. Úgyhogy akkor ez nem ezek szerint a, uh, a, a Igen. Utolsó kérdésként picit feltennék egy olyan kérdést, ami visszairányítja ránk a figyelmet, mert csak arról is beszélünk, hogy mi tíz évesek vagyunk, és milyen jó befektetéseink vannak. Ugye az te testoridból az látszik, hogy hogy úgy és akkor tudtatok sikeresek lenni, amikor a befektetők segítettek összerakni a csapatot, de aztán hagyták, hogy dolgozzatok. És szerintem mi is ezt csináljuk egyébként, valójában, amellett, hogy konzultálunk, beszélünk időről időre, hagyunk titeket dolgozni. A te oldaladról egyébként mi az ide, milyen az ideális befektető, mi, mi lenne az elvárásod a befektetőtől, mi az elvárásod felénk például? Hát a, a, a legnagyobb az, amit te is mondtál, hogy hogy hagyjatok minket dolgozni. <laughs> Ha, ha már jó a adjunk. ha, ha már jó, igen. Uh, Azt szerintem még nagyon fontos, és a korábbi uh, korábbi cégcsoportban, vagy korábbi munkahelyemen, ahol dolgoztam, ott különösen szenvedtünk ettől, hogy nagyon ránk akarták erőltetni a, a szinergiákat. Uh, ez, itt, ez itt nincsen meg, uh, szerencsére. Uh, és tényleg az, hogy, hogy hagytok minket dolgozni, ha van kérdésünk, akkor, akkor tudunk fordulni hozzátok, és tudtunk, tudtok uh, nekünk segíteni, vagy hogyha van esetleg elakadás, de, de az, hogy alapvetően a, a napi operatív működésben nem, nem szóltok bele. Tehát maradjunk tulajdonosok igazából. Igen. Ja. Így lesz, ezt fogjuk csinálni. Köszönjük. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nektek köszönjük, hogy néztek és hallgattok minket. Ha tetszenek a beszélgetéseink, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Spotify-on. Sziasztok!